Holnap indul az eddigi legnagyobb költségvetésű roncsautó és roncsautó plusz program Romániában. A környezetvédelmi alap 250 millió euróval támogatja az új, illetve környezetbarát gépjárművek vásárlását. A részletekről és újdonságokról Táncos Barna környezetvédelmi miniszter számolt be. Kettől hozzáférhető az idei roncsautó program Romániában. Míg a jogi személyek február 4-től hozhatnak létre felhasználói fiókot a környezetvédelmi alap honlapján, a magánszemélyek február 8-ától fordulhatnak a jóváhagyott autókereskedőkhöz, és szintén ekkortól tölthetik fel a rendszerbe a jogi személyek a részvételhez szükséges dokumentumokat. Ez az eddigi legnagyobb költségvetésű roncsprogram, közel 250 millió eurót szánnak erre a célra. Arra számítunk, hogy nagy érdeklődéssel fordulnak majd a kedvezményezettek a program irányában, hisz nagyobb összegeket lehet támogatásként kapni, 2 darab autót lehet egy új autóért leadni, nagyobb számú régi szennyező autót szeretnénk kivonni a forgalomból, és én bízok benne, hogy az új rendszer az hatékony lesz, és megfelelő érdeklődésnek fog örvendeni. A tárcavezető kifejtette, idén 1500 lejes ökobónusz jár minden 15 évesnél régebbi, illetve Euró 3-as vagy annál alacsonyabb környezetvédelmi besorolású autó leadása után. De az is feltétel, hogy a leadott gépkocsik legalább 6 éve forgalomban legyenek iratva Romániában. Egy új autó vásárlása esetén 2 roncsautó is beszámítható. Ebben az esetben a vásárló 9000 lejes bónuszban részesül. A roncsautó plusz program esetében újdonságnak számít, hogy kötelező leadni egy használt autót. A klasszikus roncsautó program keretében a maximális támogatási összeg egy új autó vásárlása esetén 16.500 lej, a roncsautó plusz programban pedig 54.000 lej. Továbbá 51.000 lej jár elektromos vagy hidrogén meghajtású személygépkocsi vásárlása esetén, plug-in hibridre pedig 26.000 lej. Mindezek mellett változás a korábbi évekhez képest, hogy a program lebonyolítása az év egész hátralevő részére kiterjed, kiszámíthatóbb és tervezhetőbb ütemterv szerint zajlik.